Soltvadkert város önkormányzat képviselő testülete Soltvadkert város közbiztonságáért díjat adományozza Soltvadkert város polgárőr egyesülete részére, melynek tagjai kiemelkedő munkájukkal és szakmai felkészültségükkel nagy mértékben hozzájárultak Soltvadkert város közbiztonságának, nyugalmának és rendjének megőrzéséhez, mellyel kivívták a polgárok megbecsülését. Gratulálunk! Soltvadkert város polgárőr egyesülete. A bűnözés visszaszorítása érdekében 1991-ben alakult meg a Községvédő Egyesület szervezete Lednicki Dénes vezetésével. Másfél év múlva Rigó János vette át az elnökséget közel 70 fős tagsággal. Működésük 10. évében nevet változtattak, azóta Soltvadkert város polgárőr egyesülete néven tevékenykednek. Rigó János 2006-ig irányította a szervezetet, azt követően pedig Eller Károly lett az elnök 2012 elejéig. Ekkor Bene Zsolt kapta meg a tagság bizalmát az elnöki tisztség betöltésére. Napjainkban 77 aktív és 9 tiszteletbeli tagot számol az egyesület. Munkájuk rendkívül sokrétű. Együttműködési megállapodás keretében segítik a rendőrség munkáját a bűnmegelőzésben és a közrend fenntartásában a közterületen való aktív jelenléttel. Éjszakánként 2-4 fős csoportban járőröznek a város utcáin és a vadkertitón, melyek hozzájárulnak a bűnözés csökkentéséhez, biztonságérzetünk növeléséhez. Az elmúlt évben 288 alkalommal teljesítettek szolgálatot, 890 fővel és 22.100 kilométer megtételével. Számtalan önkormányzati rendezvény biztosításában segítenek a szervezőknek és más civil szervezeteknek is. Így felügyeletet biztosítanak többek között a báli szezonban, a parkolókban, a gyermeknapon, a motoros áldáson, a bor és sörfesztiválon, a szavazóhelyiségek őrzésénél, off-road versenyeken, az Egyesített Szociális Intézmény csomagosztásainál, a postánál és a születi fesztivál megrendezésekor. Az egyesület hagyományosan immáron 20 éve minden év februárjában polgárőr vált, augusztus első hétvégén pedig a Sárközi tanyán vacsorát szervez a tagok és támogatók részére, nagy sikerrel és óriási érdeklődéssel. A tagok minden évben részt vesznek családtagjaikkal a Bács-Kiskun megyei Polgárőrszövetség által szervezett megyei polgárőrnapon. 2002-ben az egyesület szervezésében került lebonyolításra a megyei polgárőrnap a Vadkertitónál, mintegy 1400 fő részvételével. Az egyesület legnagyobb támogatója Soltvadkert város önkormányzata. A folyamatos működéshez anyagi támogatást biztosít az Országos Polgárőrszövetség, a Magyar Posta és a Vadkert Komszol Kft., illetve több helyi vállalkozás is. Minden elismerés és tisztelet megilleti azokat, akik önzetlenül, díjazás nélkül, a szabadidejüket feláldozva végzik ezt a feladatot éjszaka, sokszor hidegben és időnként veszélyes helyzetben is, hogy a város lakossága biztonságban tudhassa szeretteit és javait. Köszönjük!